Jó estét kívánok, ez a Pannon Televízió híradója. November 20-a van, Jolán névnapja. 167 éve átadták a forgalomnak a budapesti Széchenyi Lánchidat, 160 éve pedig meghalt Bolyai Farkas matematikus. Most következzenek a nap legfontosabb hírei, először csak röviden. Szerb-magyar kormányzati csúcs találkozó kezdődött Nisben. Minden baromfit leölnek a magyarországi Bugacon és Kiskunmajsán a madárinfluenza megfékezése érdekében. Észak- és Nyugatbácska piacain tilos baromfit, szárnyasokat, madarakat árulni. Az életük kockáztatásával tehervonatokon próbálnak az Európai Unióba szökni a Szerbiában veszteglő bevándorlók. Ferenc pápa bezárta a Szent Péter Bazilika szent kapuját. Novák Djokovic és Andy Murray álomfinálét vív Londonban. Kétnapos szerb-magyar kormányzati csúcs találkozó kezdődött Manisben. Szerbia és Magyarország majdnem minden minisztere részt vesz a megbeszéléseken, amelyek egyrészt az együttes plenáris ülésen, másrészt az érintett magyar és szerb miniszterek kétoldalú találkozóin zajlanak majd. A dél-szerbiai városban már ott vannak mindkét kormány tagjai. Ebben a pillanatban szállt le a Nisi reptérre a magyar kormánytagokat szállító külön gép. A legmagasabb szintű állami és katonai tiszteletadás, a magyar és a szerb himnusz hangjai mellett fogadták a szerb kormánytagok Alekszandar Vučić kormányfővel az élen a magyar kormánytagjait. A repülőtéren és környékén a délután folyamán észlelhető volt a fokozott rendőri jelenlét, mintegy 20-30 egyenruhás rendőr ellenőrizte a biztonsági helyzetet. Később a helyszínre érkezett egy sürgősségi kombi, valamint a katonaság és a csendőrség képviselői is. A reptéren várta a magyar kormánytagokat Pintér Attila, belgrádi magyar nagykövet és Pásztor István a VMS elnöke is. Orbán Viktor magyar és Alekszandar Vučić szerb kormányfő a délután folyamán városnézésre indul. Eközben már megkezdődnek a kétoldalú miniszteri találkozók. Este a két kormányfő közös vacsorával zárja a napot. Alekszandar Vučić szerb és Orbán Viktor magyar kormányfő este rövid sétát tett Nis központjában. Megtekintették a régi várat és a városházát. A nisiek több helyen is tapssal fogadták a két miniszterelnököt. A szerb kormányfő néhány szót is váltott egy-egy helybeli polgárral. Már ma este megtartották a bilaterális találkozókat Nisben a hétfői szerb-magyar együttes kormányülést megelőzően. A reptéri fogadás után az egyes tárcák vezetői tárgyalóasztalhoz ültek a város központjában lévő tiszti klubban. A jó baráti viszony folytatása és tovább gondolása érdekében rendezik meg a kormányközi csúcsot, nyilatkozta Ivica Dačić a Pannon RTV-nek Nis központjában. Az első szerb miniszterelnök helyettes és külügyminiszter kiemelte, már hagyományosnak számít az együttes kormányülés. Maga a magyar miniszterelnök kérte, hogy ez alkalommal ne Vajdaságban vagy Belgrádban tartsák meg, hanem Szerbia más részén, hangsúlyozta Ivica Dačić, ezért Nisre esett a választás. Kiváló az együttműködés a politikai és a gazdasági területen is. Számos közös projekten dolgozik a két kormány, mint például a gázellátás kérdése. Također ovdje je prisutni predsjednik Skupštine Vojvodine István Pastor. Meni je veoma drago da predstavnici Mađarske i premijer i ministar spoljnih poslova Sijarto veoma lepe reči govore o Srbiji na međunarodnim forumima, što je za nas zaista jedan veliki politički kapital, a mislim da smo sve to i zaslužili našim iskrenim radom i stečenim međusobnim poverenjem, što je veoma različito u odnosu na prethodni period. Magyarország első számú nyugat-balkáni partnere Szerbia, mondta Szijjártó Péter, magyar külgazdasági és külügyminiszter a bilaterális találkozók előtt. A Pannon RTV-nek adott nyilatkozatában kiemelte, az ilyen kormányüléseken mindig szóba kerül a nemzeti közösségek kérdése is. Szerbia kisebbségpolitikája példaértékű, tette hozzá. A Kárpát-medencében a többi szomszédunk fele annyit tett volna magyar nemzeti közösségért, mint tettek a szerbek, akkor a Kárpát-medence egy jobb és békésebb hely lenne. Ezért is nem pontosan értjük, hogy amikor Európai Uniós csatlakozási tárgyalásokról van szó, akkor hogyan merészelik egyébként egyes Európai Uniós tagok a szerbeken számon kérni a kisebbségjogokat, tekintettel arra, hogy sok Európai Uniós tagország nem tett annyit a kisebbségekért, köztük a magyarokért, mint a szerbek.
A magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési programja a szerb gazdaságot is erősíti. A Prosperitáti Alapítvány pályázatain keresztül 20 milliárd forintos visszanemtérítendő támogatást és 30 milliárd forint kedvezményes hitelt nyújt Budapest. Goran Knežević, szerb gazdasági miniszter kiemelte, egyre jobbak a magyar-szerb gazdasági kapcsolatok, és kitért a Budapest-Belgrád vasútvonal felújításának, illetve a további határátkelők megnyitásának fontosságára. Izgradnja nekih puteva gde očekujemo i pomoć evropskih fondova, a sa druge strane naravno da nam je važno jako direktno privreda i naši privredni subjekti, odnosno preduzeća, gde očekujemo učešće mađarskih firmi u privatizaciji, preko 170 firmi koje se nalaze u portfelju Ministarstva privrede. A hátam mögött lévő teremben zárt ajtók mögött tárgyalnak a szerb és a magyar kormány miniszterei itt Nizsben. Információink szerint a megbeszélések témái még egyebek mellett a Magyar-Szerb Gazdasági Vegyes Bizottság munkája, az energiabiztonsági, oktatási, tudományos és kulturális kapcsolatok elmélyítése, Szerbia-EU integrációja, valamint a migrációs, a büntetőügyi, a mezőgazdasági, a környezetvédelmi, egészségügyi és védelmi együttműködés is napirenden szerepel. Biztonsági kérdések is szerepelnek a bilaterális találkozókon. Simicsko István magyar honvédelmi miniszter és szerb kollégája Zorán Györgyevic tárgyalása során a katonai egészségügyi együttműködés lehetősége, valamint számos hadgyakorlat lehetősége is felmerült. Nagyon fontos, hogy a múltat lezárjuk, a megbékélést követően pedig az együttműködést kiszélesítsük, hangsúlyozta Simicsko, amiben állítása szerint mindkét fél teljes mértékben egyetértett. Találkozójukon kiemelt helyen szerepelt a migránsválsággal kapcsolatos további lehetőségek áttekintése. Itt elsősorban a katonai titkosszolgálataink szorosabb együttműködését vetettem föl, és erre nyitott volt a partner. Nyilván fölvetette különböző közös hadgyakorlatoknak a lehetőségét, ezelőtt is nyitottak vagyunk. Egy biztos, hogy szükségünk van arra, hogy országaink és népeink biztonságát minél szélesebb körben garantáljuk, és mi teljes mértékben nyitottak voltunk annak érdekében, hogy ezt minél magasabb szinten meg tudjuk valósítani. Migráns kérdésről tárgyalt Nebojsa Stefanovic szerb és Pintér Sándor magyar belügyminiszter Nizsben. A két miniszter egyetértett abban, hogy jó operatív együttműködés alakult ki a két ország rendőrsége között az embercsempészek felderítése terén. Közös csapatok dolgoznak ugyanis annak érdekében, hogy felszámolják azokat a szervezett bűnözői csoportokat, amelyek Szerbiából illegális úton juttatják át a migránsokat Magyarországra. A szerb belügyminiszter azt javasolta, hogy Szerbia legyen része az Európai Unió és az Afganisztán közötti visszatoloncolási műveletnek, konkrétan, hogy az országa is bekapcsolódjon a közös repülőjáratok szervezésébe, amivel az afgán származásúakat visszaszállítják származási országukba. A kétoldalú találkozóról kiadott közlemény szerint Stefanovic és Pintér egyetértett abban, hogy a két ország rendőrsége jól teljesít az operatív együttműködés és a határegyüttműködés területén. Nizsben ott van stábunk is a város központjából. Jelentkezik Loboda Árpád. Szervusz Árpád, milyen friss információkkal tud szolgálni? Mi történik jelenleg Nizsben? Szervusz Gertrud, jó estét kívánok a nézőknek! Igen, itt vagyunk Nizsben. A Nizs belvárosában a formális része a bilaterális tárgyalásoknak mintegy fél órával ezelőtt véget ért, a szerb és a magyar kormány tagjai pedig egy vacsorára voltak hivatalosak, ahova minden tag el kellett, hogy el tudott menni. A bilaterális találkozókon tulajdonképpen minden tárcavezető, szerb tárcavezető a magyar minisztérium vezetőjével tárgyalt különböző témákban, gazdaságról, biztonságról, migrációról, regionális politikáról, egészségügyről és védelmi témákban is egyeztettek a miniszterek. Holnap milyen események várhatóak? Holnap a reggeli órákban Alexander Vučić kormányfő és Orbán Viktor miniszterelnök először a Nizs melletti autópálya rész megnyitójára fognak utazni, majd ezután kezdődnek, vagyis folytatódnak azok a kétoldalú tárgyalások, amelyeket ma már elkezdtek, majd sor kerül a két kormány együttes ülésére, és ez után fognak aláírni megegyezéseket. A naphoz tartozik még, hogy egy üzleti fórum is szervezésre
került itt Nizsben, ahol több mint 100 magyar üzletember érdeklődik a szerbiai befektetések iránt, és amint hallottuk, szeretnének részt venni a szerbiai cégek privatizációjába, tehát magyarországi cégek, szerbiai cégek privatizációjában. Ezen kívül még 3 órakor meg fogják nyitni a Nisi Regionális OTP Bank egyik új fiókját, tehát ez lesz itt a fő fiók a Nisi körzetben. Lehet-e tudni előzetesen, hogy melyek a kormányülés és a szerb-magyar egyeztetések kiemelt témái? Kiemelt témaként kezelik azt a megállapodást, amit már korábban megkötöttek, és a Szerbia Európai Uniós útjára vonatkozik, amelyen Magyarország mindenképp támogatja, és a 2016-17-es évre vonatkozó célok és programoknak mint egy megerősítéséhez szolgál, de ezen kívül még a tiszai hajózásról is egy egyezményt fognak aláírni, de valószínűleg a miniszterek közötti megbeszélés eredményeképp több olyan döntés születik, aminek majd a jövőben fogjuk látni eredményét, vagy pedig további találkozók, további egyeztetések eredményeznek. Loboda Árpád Nizsből, köszönjük szépen! A szerb-magyar kormányüléssel holnapi híradásainkban részletesen foglalkozunk, a délben kezdődő sajtótájékoztatót pedig élőben közvetítjük a Pannon televízió műsorán. Ismét felütötte fejét a madárinfluenza térségünkben, Magyarországon a déli határmenti térségekben, valamint Észak-Bácskában is megelőző intézkedéseket végeznek. A témával kapcsolatos összeállításokkal folytatjuk a híradót. Minden baromfit leülnek a magyarországi Bugacon és Kiskunmajsán a madárinfluenza megfékezése érdekében. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal illetékesei ugyanis újabb fertőzött állományt találtak a hétvégén. A többi településen szigorításokat vezettek be. A magyarországi Békés, Bács, Kiskun és Csongrád megyében elrendelték a baromfi zárt helyen tartását. A cél az, hogy minél kevésbé érintkezzenek a vadmadarakkal. Sok háznál azonban még mindig a nyitott kifutókon vagy az udvarban csipegetnek a szárnyasok. A madárinfluenza terjedésének megfékezése érdekében Kiskunmajsán és Bugacon sokkal drasztikusabb megoldást választottak az illetékesek. Több tízezer baromfit kell megölni. Ezeken a településeken a hétvégén újabb fertőzött állományt találtak, néhány telepet be is zártak. A helyiek nem tartanak a fertőzéstől. Én nem tartok, hát emberre nem veszélyes állítólag. Nem tartok tőle, mivel hogy nem eszem húst. Teljesen el vannak szeparálva, egy erdőn belül vannak a baromfik, egyenlőre ott nincsen semmi gond és probléma. Hát van liba, kacsa, tyúk, galamb, és nem tudunk mit védekezni. Ezek a tyúkok már egy ásott halmi tanyán kapirgálnak. A budai házaspár saját részre libákat és kacsákat is nevel, nem zárták el a szárnyasokat. Nem vettünk észre semmi olyan elhullás, nem is jelentették itt ebbe a környékbe. Én el vagyok ebbe a párjószágommal, ki máma is vágtam belőle, nem vettünk észre semmit az ég adta világon, hogy máskor is voltak vonuló vadalak, és mégse volt ilyen betegség bennük, hogy na mostan itt találtak, meg ott találtak. A tábba belerakják szépen azt az eldöglött, elhullott jószágot, és azt ugyanúgy fölötetik. A Mórahalmi vásáron csupán néhány standon lehetett élő szárnyast látni vasárnap reggel. Volt, aki galambokat és papagájokat árult. Zárt helyen van mind. Tehát zárt helyen van bent, akkor nem. Ez a vadmadarak terjesztik, ugyebár azok viszik körbe. Nem félek tőle. A H5N8 vírustörzs emberi megbetegedést nem okoz. Ennek ellenére néhányan azt fontolgatják, hogy nem vásárolnak baromfi húst a következő hetekben. Tartunk tőle, hogy hát elér bennünket is, mert mi Szegedön lakunk. Ottan nincsenek szárnyasok. De a piacot azért befolyásolják nagyon. Élök bizony, hát van egy néhány darab, de nem olyan sok. De ahogy tévében mutogatik este a hírekbe, akkor szoktam megnézni, és eléggé baj. Azoknak a hun több ezer darabot el kell pusztítani. A fertőzés veszély 2017 tavaszáig áll fenn az Európai Unió területén. A récefélék vándorlási útvonala mentén található összes ország érintett.
Szerbiában egyelőre nem ilyen vészes a helyzet, megelőző intézkedésként viszont szigorú felügyelet alá helyezték az észak, illetve a nyugat-bácskai körzetet a szerbiai hivatalos szerbek a magyarországi madárinfluenza miatt. A Palicsitó környékére, a baromfi gazdaságokra és az üzemekre fokozottan figyelnek. A térség piacain tilos élő baromfit, szárnyasokat, madarakat árulni. Se galamb, se papagáj, se kanári. Vasárnap a négylábú házi kedvencek mellett csak üres kalitkákat és madáreledelt lehetett találni a szabadkai galambpiacon. A madárinfluenza megelőzése érdekében hozott rendelet hatását a több üresen tátongó elárusító hely is megmutatta. Sok kis állattenyésztőnek ez nagy bevételkiesést jelent. Egyesek értetlenül állnak a helyzet előtt. Я не знаю, вообще, да ли на сербской явности вообще не изишло у вези ovog ptičije gripa. Da li je izišlo u službenom listu, ne zna se. Vidimo ovdje je ispisano obavještenje, ni pečata, ni potpisali se, što nisu stavili obavještenje po onom dopisu koje je dato, znači da bude validno to obavještenje, a ne, o to se mogu ispisati i ja. Zašto to samo važi za Severno-Bački okrug, nije to jasno, mislim. Ako je zbog preventive da taj ptični grip ne dođe u državu Srbiju, onda to treba da je važi za čitavu teritoriju, a ne samo za regione. Pletöl Ádám, a Szabadkai Kisállattenyésztők Egyesületének elnöke elmondta, ez a rendelet nem csak a piacokat érinti. Elmarad a Szabadkai Nemzetközi Kisállatkiállítás, amit a jövő hétvégére terveztek. Nekünk ez az olimpiánk, tehát minden kiállítás azt jelenti egy ilyen állattenyésztőnek, mint egy sportolónak egy olimpia. Ha jól adna az olimpiára, és van föltételje, hogy érzi magát, ugyan mink is úgy. Ez a 33. nemzeti kiállítás kellett volna lenni. Rengeteg benevezés van már. A csarnok le van foglalva, egy része sellek meg van rendővel, termék le van foglalva, rengeteg kis rajz jött az iskolákban, a gyerekek rajzolták kis állatokat, minden, az minden van készítve, de sajnos, mit mondjak. A mostanihoz hasonló rendelkezés legutóbb 2005-ben sújtott le az észak-bácskai körzetre. A madárinfluenza az emberre nem jelent veszélyt. A madárinfluenza veszélye ellenére nem változott a baromfi piaci ára. Szombaton még akár 20%-kal is olcsóbban lehetett csirkét venni, vasárnapra azonban visszaálltak a megszokott árak. A kereslet viszont egy kicsit csökkent. Többen is megfordultak vasárnap délelőtt a szabadkai tejpiac húspótjainál. Nagy a kínálat, ezért sokan több kört is tesznek, mire kiválasztják a számukra megfelelő húst és természetesen a megfelelő árat. Mások azonban a megszokott pultoknál jól bevált terméket vásárolnak. Én szerintem jó ára van neki. Jóval lehet, hogy valakinek kellene olcsóbb is legyen még minden, de ki kell számítani, hogy mennyibe kerül az a munkadíj, még minden, hogy főnevelet, az a jószágot még el kell adni. Mámon nehéz eladni mindent. Ritka, aki bír mindent megvenni is. Tari Gizella már évek óta árul baromfi húst a tejpiacon. Szerint a vásárlók száma csak egy kicsit alacsonyabb az elmúlt évekhez képest. Azt mondja, a legtöbben a nagyobb méretű baromfit, pulykát, libát részesítik előnyben. A mindennapi szükségletvő viszik még a csirkéket. Hát úgy majdnem, mint eddig, de egy kicsit alacsonyabban. Kevesebb fogy. A szabadkai tejpiacon az egész csirke kilója 260-270, a csirkeszárny 220-230, a csirkemell 430-450, a comb pedig 300-320 dinár között mozog. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Kulára és Temerinbe került az idei Tini Táncdalfesztivál két első díja. Tambura zenekarok találkozójának házigazdája volt Csantavér. Az életük kockáztatásával tehervonatokon próbálnak az Európai Unióba szökni a Szerbiában veszteglő bevándorlók. Volt, aki lábát tört el sikertelen kísérlet során, de az egyéb sérülés és csonttörés sem ritka. A legtöbb migránst azonban útközben lefülelik a rendőrök. Szabadkán is egyre több az olyan illegális bevándorló, aki a vagonok tetején vagy a vonatokra kapaszkodva próbálja magát átcsempészni a szerb-magyar határon. Éles kanyar és száguldó autósok. Szabadkán ez a városi összekötő híd a nap minden szakában forgalmas. Gépjárművek, kerékpárosok és gyalogosok haladnak rajta.
Alatt a vasúti sínek, a védőkorláton egy halálfejes tábla jelzi, hogy ilyen magasságból életveszélyes megközelíteni a vágányokat. Itt vagyunk a Majsai hídon, Szabadka egyik vasúti csomópontja felett. A mögöttem látható védőkorlát és a kerítés annak idején azért lett építve és felhúzva, hogy ne tudjon bárki a sínekhez férkőzni. Ennek ellenére az illegális bevándorlók, akik a városban tartózkodnak, az életük kockáztatásával is megpróbálnak itt lemászni, hogy a tervonatokra jutva az Európai Unió területére érhessenek. Egy afgán bevándorló a törött kezét mutatja. Úton Európa felé sérült meg. Barátja, Hikmatyar Sejzad arról beszélt, hogy az ő társai közül többen is a tervonatok tetején próbáltak az Európai Unióba szökni. Mint mondja, aki ezzel próbálkozik, azt útközben elkapják a rendőrök. Volt, aki súlyos sérülést szenvedett. One of my friend, he did it and he got big injury. He was in the train and then the train goes wrong way and he has to jump from the train and his leg everything broke and he's in hospital somewhere here. And then we didn't try that one yet, but I have my young brother, so I tried to cross the border many times, but we couldn't do it, we couldn't pass over. A migránsok Szabadka számos pontján próbálkoznak a pályaudvar területére szökni. A védőkerítés sem akadályozza meg őket. Legtöbbjük az éjleplét sem várja meg. Ez a mögöttem látható terület már a Szabadkai vasútpályaudvar része. Ahogy az látható, itt a védő drótkerítés már le van taposva, és az illegális bevándorlók ezen az ösvényen próbálnak átszökni a tervonatokhoz. A bevándorlók, akikkel beszéltünk, elmondták, hogy a szabadkai befogadó központba sem szívesen mennek. Állításuk szerint azokat, akiknek itt nem jut férőhely, a macedón határ közelében található tranzitközpontba szállítják. Hamarosan Szerbiában is létrehozhatják a gyermekombudsmant, jelentette ki Alexander Vulin szociális ügyekkel megbízott miniszter a gyermekek jogainak világnapján. Az intézmény kizárólag a gyermekekkel, az ő jogaikkal, fejlődésükkel foglalkozik majd. A terv hamarosan a parlament elé kerülhet. A miniszter hozzátette, a szerb kormány októberben mintegy 10 milliárd dinárt különített el a gyermekes családok megsegítésére. Tavaly több mint 6,500 esetben jelentettek gyermekbántalmazást Szerbiában. Az esetek 98%-ában a kiskorú saját családjában, szüleitől vagy testvérétől szenvedi el a bántalmazást. Ma van a közlekedési balesetek áldozatainak világnapja. Szerbiában ugyan csökken, de még mindig magas a közúti szerencsétlenségekben elhunyók száma. Még 25 évvel ezelőtt a szerb utakon évente mintegy 2000-en vesztették életüket, addig 6-7 évvel ezelőtt 800-900-an. Idén ez a szám becslések szerint 550 és 600 között mozog majd, nyilatkozta a szerb rendőrség igazgatója. Az Európai Unióban 100 000 lakosra vetítve átlagosan 5-6-an halnak meg közúti balesetben, Szerbiában 8-an. A fejlettebb országokban, mint Nagy-Britannia és Németország, ez az arány 4-5 személy, viszont Romániában és Bulgáriában 10-11 fő. A szerb belügyminisztérium folyamatosan, fokozottan ellenőrzi a közlekedést. Csak az elmúlt egy évben mintegy 1 millió személy ügyét kezelte az illetékes bíróság. 100 fölé emelkedett az indiai vonat szerencsétlenség áldozatainak száma. A súlyos baleset az ország északi részén történt még hajnalban. Egy személyvonat 14 kocsia siklott ki. Az első híradások 30 halottról szóltak, de már azokban jelezték, hogy az áldozatok tényleges száma ennél jóval magasabb lehet. A sérültek száma szintén meghaladja a 100-at. A baleset okát még nem tudni. Az indiai vasúthálózat az egyik legrégebbi és legveszélyesebb a világon. Naponta több millióan használják. Angela Merkel negyedszer is elindul a német kancellári posztért. A délutáni német sajtóértesüléseket a jelenlegi kancellár is megerősítette. A kereszténydemokrata unió vezetője pártja vasárnapi elnökségi ülésén a várakozásoknak megfelelően bejelentette, hogy ismét pályázik az elnöki tisztségre, és kancellár jelöltként kíván indulni a 2017 őszi parlamenti választáson. Angela Merkel 2000 óta vezeti a CDU-t, 8-szor választották meg párt elnöknek, és 2005 óta Németország kancellárja. A mostani a harmadik kormányfői ciklusa.
Amennyiben negyedszer is elnyeri a kancellári tisztséget, megelőzheti a CDU alapító Konrad Adenauert, aki 12 évig volt kancellár, és behozhatja a csúcstartó Helmut Kohlt, aki 16 évig vezette a német kormányt. Kulára és Temerinbe került az idei Tini Táncdal Fesztivál két első díja. A 25. alkalommal Temerinben megrendezett eseményen összesen 19 vajdasági magyar fiatal mérte össze ének tudását. Balla Anita! Így hangzik az egyik győztes dal. A 14 éves kólai Balla Anita rengeteget gyakorolt a fesztiválra. Befektetett munkája meghozta eredményét. A zsűri őt tartotta a legjobbnak a tini kategóriában. Nem számítottam erre, meg hát nem is nagyon szerettem vonás helyzet lenni, mert akkor tudom, hogy újra kell elénekelni a dalt, és abban a nagy izgalomban nem tudtam volna szerintem elénekülni, de most, hogy ez valóra vált, akkor eljöttem, hogy sikerült, és nem estem össze a színpadon. Ez pedig már az ifjúsági kategória győztes dala. A 21 éves Temerini Sánta Tímea nem először nyert. Korábban a tini kategóriában teljesített kiemelkedően, most a nagyok mezőnyében is a legjobbnak bizonyult. A színpadon nagyon jól éreztem magamat, a verseny előtt furcsa módon nagyon nyugodt voltam egész nap, csak az utolsó percekben váltam idegessé, és az a kis idegesség, amikor felmentem a színpadra, eloszlott, és így, hála ennek, nagyon szépen át tudtam élni a dalt, és ez látszik, és úgy látszik az eredményen. A versenyzőknek az idén felkészülést tartottak a szervezők, szakemberek igyekeztek kiküszöbölni az észlelt hibákat. Kiküszöböltük azokat a hibákat, amiket észleltünk az audíció folyamán náluk, tehát egyénileg foglalkoztunk a gyerekekkel, a tiszta hangokra odafigyelve, a dikcióra, a légzés technikára és magára az interpretációra, tehát az előadás módra. Zsúfolásig megtelt zenerajongókkal a Temerini Sportcsarnok a Tini Táncdal Fesztivál estéjén. A rendezvényen Antal Szilárd, az MNT végrehajtó bizottságának tagja köszöntötte a közönséget. Ahol fiatalság van, zene, művészet, bátorság a vetélkedéshez és nemzeti öntudat ápolása egyben, ezt csak is pártolni lehet, és azt remélni, hogy ez még tovább fejlődhet. A zsűri két külön díjat is kiosztott. Ezek tulajdonosa a topolyai Cservenák Marianna és a temerini Gusztony Endre lett. A közönség kedvencének a temerini Sziveri Éva bizonyult. Tambura zenekarok találkozóját tartották tegnap Csontavéren. A Száraz fa lelke elnevezésű rendezvényt a Mendikusz Művészeti Központ szervezte. Idén 12 együttes érkezett. Szinte az összes környékbeli falu tambura zenekara eljött a szombatesti találkozóra. A Tisza mentéről Zenta, Ada és Csóka is képviseltette magát. Magyarországról két együttes is vendég szerepelt Csantavéren. A Danubia tambura zenekar Bajáról érkezett, most először jártak a vajdasági faluban. Magyar műdalokkal érkeztünk, nem népzenével. A végén lesz majd egy meglepetés, azt most nem szeretném elárulni. A zenekar 1985-ben alakult, 6 tagból áll, ugye én vagyok a prímás, a zenekarvezető, van 3 bassprímes, van egy kontrás és egy bőgős. Vörös Róbert, a szervező Mendikusz Művészeti Központ elnöke elmondta, sokat fáradoztak a rendezvény megszervezésével, a közös zenélés és a közönség szeretete azonban mindenért kárpótolta őket.
A szervezéshez elég sok mindent össze kell, hogy az ember állítson úgy a csoportokat, tehát úgy mondom azokat az embereket, akik itt nekünk segítenek. Hála Istennek vannak nagyon sok jó segítőkész, idősebb és fiatalabb asszonyok és emberek, akik eljöttek és összetakarítottak, a főzést irányították, a kívülbelül a színházat kivixelték. A két magyarországi és 10 vajdasági zenekar az esemény zárásaként egyszerre állt színpadra egy óriási örömzene erejéig. A lelkes közönség többszöri visszatapsolással hálálta meg a szórakoztatást. Többszörös ünnepét tartották ma a Szent Erzsébet kápolnának. A Szabadkai Kórház udvarában lévő kápolnának ma búcsúja volt, és egyben megemlékeztek 120 évvel ezelőtti építéséről, a kórház megnyitásáról, valamint 25 évvel ezelőtti újraszenteléséről. 120 éves a Szabadkai Kórház területén található kápolna, amelyet egy időben építettek a kórház első néhány épületével. 1896-ban a kórház Mária Valéria hercegnő nevét kapta, a kápolnát pedig Árpádházi Szent Erzsébetre szentelték fel. A kezdetektől laktak a kórház területén nővérek és egy lelkész is, egészen 1956-ig. Az akkori vezetőség, a kommunista vezetőség bezáratta a kápolnát. Csak máror hónapra elvették a kulcsot a sekrestyéstől, és azután 44 évig be volt zárva, és annyi történt csak, hogy a lelkész az ostyákat, a szent ostyát, azt kivette, de minden bent maradt úgy, és úgy állt 44 éven át, ahogy az akkor volt. Az egyház 1990-ben kapta vissza az épületet egy bátor csapatnak köszönhetően. Ez az akkori igazgató volt, a dr. Zvonimir Kis, és az ő csapatja, a dr. Dudás Irén, Tanok József, ápoló és anesztéziológ. Tehát egy ilyen kis csapattal ők megkeresték a kulcsot, ahol elrejtették, ugye 56-ban, és az orvossal együtt, a kórház igazgatójával átadták, és azóta a mi tulajdonunkban van. Az épületet felújították, és 1991. március 23-án felszentelték. Azóta minden vasárnap 11 órától megtartják a szentmisét a betegek, orvosok, ápolók, hívek számára. Az ünnepi szentmisén megtelt a kiskápolna. Az egykori bátor csapat tagjai közül is volt, aki megjelent. A horvát főkonzul, a kórház igazgatója, orvosok, betegek, ápolók és a Paulinum gimnázium tanulói is megtisztelték jelenlétükkel a szentmisét. Ferenc pápa a hagyományos vasárnapi mise elején behajtotta a Szent Péter Bazilika szent kapujának ajtószárnyait, és ezzel véget ért az irgalmasság szentéve, amely tavaly december 8-án ennek a kapunak a megnyitásával kezdődött a Vatikánban. A katolikus egyházfő a hívek tekintetét a szegényekre, betegekre és szükséget szenvedőkre akarta irányítani az elmúlt évben, és ebben ő maga járt elől példával. Az argentin származású pápa többek között rabok, hajléktalan, és migránsok előtt tárta ki a Vatikán kapuját. A szentév lezárási ceremóniáján 70 ezer hívő vett részt a római Szent Péter téren szigorú biztonsági óvintézkedések mellett. Az olasz fővárosba összesen 20 millió zarándok érkezett az elmúlt évben az irgalmasság szentévéhez kapcsolódóan. A második helyen kiemelt címvédő szerb Novák Djokovic két sima játszmában legyőzte az ötödikként rangsorolt japán Kei Nishikorit a 7,5 millió dollár összdíjazású londoni ATP világbajnokság szombat esti elődöntőjében, így létrejött a világ első brit Andy Murray elleni álomfinálé, ami jelenleg is zajlik. Amennyiben az ötszörös világbajnok Djokovic megnyeri a szupertornát, akkor visszaszerzi Murraytól az világ elsőséget. Egyben utolérné a 6 címével rekorddel és nyár óta pihenő svájci Roger Federert, aki 2001 óta először hiányzik a novemberi sereg szemléről. Paráscsata jellemzi a mérkőzést, az első szettet Andy Murray nyerte 6-3 arányban egyébként. És eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Szerb-magyar kormányzati csúcstalálkozó kezdődött Nisben.
Minden baromfit leölnek a magyarországi Bugacon és Kiskunmajsán a madárinfluenza megfékezése érdekében. Észak- és Nyugat-Bácska piacain tilos baromfit, szárnyasokat, madarakat árulni. Az életük kockáztatásával tehervonatokon próbálnak az Európai Unióba szökni a Szerbiában veszteglő bevándorlók. Ferenc pápa bezárta a Szent Péter Bazilika szent kapuját. Novak Djokovic és Andy Murray álomfinálét vív Londonban. Köszönjük figyelmüket, ha még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, panonrtv.com-ra. Maradjanak velünk továbbra is, ugyanis hamarosan a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszó 2016-os Magyar Csernyei találkozóján játszott Piroska című előadást láthatják a Pannon televízió műsorán, Nagy Kikindai amatőr színjátszók előadásában. További szép hétvégét kívánok, viszontlátásra!